sziasztok, Cookfather vagyok. A séf a rácson utolsó feladata, egy oldalas elkészítése, ami én szerintem csak is egy eredeti texasi oldalas lehet. Ezt fogom most nektek megmutatni. Egy óra sütés elteltével kicsomagoljuk az oldalasunkat. Láthatunk, hogy gyönyörűen megpuhult itt a fóliáma. Szépen visszahelyezzük. Sütési időnk felének megsúszunk. Szépen alakul az oldalasunk, amit körbe spriccelünk viszkivel. Elég szépen alakul az oldalasunk, úgyhogy lekedjük most már barbecue szósszal. És ezt a másik oldalánál is megismételjük. Most tartottuk a hőfokot, 100-110-120 foknál, ez a nagyon maximum volt. És íme elkészült az oldalasunk. Most óvatosan, csak is kesztyűbe, hogy ne sérüljön a kérge, leveszünk. És megnézzük, hogy hogyan is alakult ez. Telizovtól, ízekkel, ez az eredeti texasi oldalas. És ehhez köretnek csak is frissen sült kenyeret ajánlok. Semmi más nem kell hozzá, ha eredeti texasi oldalas szeretnék enni. Jó étvágyat!